A Szabadkai Városi Tanács megállapította 51 millió euró az északbácskai aszály és a tavaszi fagykár. Úgy határoztunk, hogy belefoglaljuk a tavaszi fagyok által okozott károkat is a gyümölcsösökbe, tehát ebbe bele van foglalva a gyümölcsösökbe és a más kultúrákba keletkezett a szárazság által keletkezett károk is. A Szabadkai Önkormányzat agrártárca vezetője arra számít, hogy kellő támogatásban részesülnek a tartomány, de a köztársaság részéről is. Most mi a további procedúra? Mi a jelentést a városelnök úr? Asztalára tettük, ő véleményezni fogja, aztán ez az öt község, tehát Kanizsa, Bácskatopolya, Kula, Kishegyes és Szabadka egységesen a tartományi kormány felé fog fordulni, és így miniszter úr felé, és onnantól pedig föltételezem, hogy másik községek is így gondolják, mivel tudom, hogy nem csak itt Északbácskában ekkorák a károk, hanem Szerémségben, Északbánátban is óriási károk vannak. Tehát és akkor egységesen fogunk a köztársasági kormány felé fordulni segítséget. Eddig a Kulai, a Kishegyesi, a Topolyai, a Szabadkai és a minap a Magyar Kanizsa önkormányzat kérte, hogy minősítsék elemi csapásként területeiken az aszálykárokat. A végső szót ebben a kérdésben a köztársasági kormánynak kellene kimondania.